faanyagú teraszoknál fontos lehet a felület megfelelő csúszásmentes kialakítása, mert szerintem ez a koszorodásra is erőteljes okot ad, tehát megfontolandó. A megfelelő távolság és az alulról történő átszellőztetés. Mindezt olyan távolságra helyezve, hogy azért mondjuk a cipő vagy valami ne szorulhasson be, tehát megfelelő távolságra ezt kell kialakítani, és az alátét váz pedig megtörténhet úgy is, mint ahogy itt látszik, hogy hátulról van csavarozva az az alátétváz, amit aztán elhelyezünk a földre, tehát az alsó felülete most jelen esetben a terasznak, ez lesz lefordítva. Tehát ha megnézzük, kellő magassággal, kellő anyagvastagsággal, hogy időtálló legyen, megfelelő faanyag megválasztásával, az lehet hőkezeltve, lehet vörösfenyő, tehát egy olyan anyag, ami bírja, időtálló. A hőkezeltnél az lehet probléma, hogy könnyebben hasad, könnyebben törik. Ez most egy normál vörösfenyő felület, ez időtállónak bizonyul, mindenféle kezelés nélkül is akár. Lehet kezelni is a felületet, csak azzal bevásároljuk azt magunknak, hogy folyamatosan kenni kell, tehát ez nem biztos, hogy előnyös, illetve a VPC burkolatokat is alkalmazhatunk, ami kinézetre hasonló, de alapvetően egy fa műanyag mix, és annak a üregessége, könnyebbsége jelenthet előnyt, viszont hátrány, hogy nagyon törik hasad. Ez most egy normál fa felület, még egyszer a végső felület így néz ki. Roválkolással, távtartással, alátétfával és elhelyezve a felületbe, ahol ezt elhelyezni kívánjuk.